1664-ben a Szentgotthárdi győzelem után kilenc nappal első lipót magyar királykövetei követei vasváron olyan békét kötöttek az oszmán törökökkel, ami a verességük ellenére nekik kedvezett. Ez közvetlen oka lett egy olyan főúri összeesküvésnek, amelynek tagjai Magyarország legfontosabb méltóságai voltak, a nádor, az országbíró, a horvátbán, valamint több felső magyarországi arisztokrata és követei útján az Erdélyi fejedelem. A Habsburg ellenes szervezkedés azonban idő előtt kitudódott, és ezért a célját nem érte el. A Bécsi udvar viszont felhatalmazást kapott arra, hogy elrettentő példát mutasson. A mozgalom négy vezetőjét fej és jószágvesztésre ítélték, és majdnem 200 mellékperben több tucat nemesi családot sújtottak birtokaik elkobzásával. A bukott összeesküvés jó ürügyet szolgáltatott első lipótnak arra is, hogy a magyarok megbízhatatlanságára hivatkozva egy francia mintát követő abszolutizmust vezessen be Magyarországon. A rendi alkotmányt felfüggesztette, helyette kormányzóságot jelölt ki az ország élére. A kormányzói testület a magyar végvári katonákat egyszerűen elbocsátotta, a helyükön idegen katonaságot alkalmazott, jelentősen megemelte az adókat és ismét üldözni kezdte a protestánsokat. Magyarországon általános lett az elégedetlenség, a nemesség lázongott, a vagyonoktól megfosztott emberek, a szélnek keresztett végvári katonák és az üldözött lelkészek Erdély határánál a felső Tisza vidékén kerestek menedéket. A magukat kurucoknak nevező bújdosók vezetője az ambíciózós 19 éves tökörű Imre lett, aki kitűnő hadvezérnek bizonyult az erdélyi fejedelem, majd a törökök támogatását is megszerezte, és 1682-ig a kurucok felső Magyarország jelentős részét elfoglalták. Az ifjú tökölit politikai és hatalmi motivációk vezethették, amikor a nála jóval idősebb Zrínyi Ilonát feleségül vette. Zrínyi Ilona Rákóczi Ferenc özvegyeként hatalmas vagyon felett rendelkezett, és az új házassággal mindez tökölire szállt a rákóci földbirtokok és a kurucok által elfoglalt felső magyarországi területek azt jelentették, hogy egy újabb, immár negyedik ország rész szakadt ki a történelmi Magyarországból. A törökök természetesen örömmel fogadták a megváltozott helyzetet, az új területet Orta Magyarnak, vagyis középső Magyarországnak nevezték el, Tököli Imrének pedig fejedelmi címet adtak. Az oszmán birodalom vezetői, negyedik Mehmet szultán és Kara Mustafa nagyvezír ekkor már rendkívül kedvezőnek látták egy újabb bécselni támadás feltételeit. A nagyra törő tervek megalapozottságát a lengyelek és az oroszok ellen vívott sikeres török háborúk jelentették. A Habsburgokról pedig úgy gondolták, látva tököli sikeres felkelését, hogy nem elég erősek a védekezéshez. A törökök elleni háború már a 15. századtól foglalkoztatta az európai politikát, és a magyar királyság középső részének elfoglalásától kezdve az egyik állandó kérdésé vált. Elég hamar nyilvánvalóvá vált azonban, hogy egyik európai ország sem lesz képes saját erejéből egyedül felvenni a versenyt az oszmán birodalommal. Ezért a sikerhez keresztény összefogásra van szükség. A törökök közép-európai megjelenésével egy időben viszont, Éles hatalmi vetélkedés bontakozott ki a két legnagyobb keresztény dinasztia, a francia burbonok és a Habsburgok spanyol és osztrák ága között, ami egy tartós török összefogás létrejöttét lehetetlenné tette. A szultán és a nagyvezír bécserelni hadjáratának sikerességét szolgálta az a tény, hogy 14. Lajos francia király a rajnamenti tartományok megszerzéséért folyamatosan támadta a Habsburgokat. A szultán végül 1683-ban nem újította meg a vasvári békét, és hadat üzent a Habsburg birodalomnak. Több mint százezer fős sereget gyűjtött össze Drinápolyban, amihez a Dunamenti felvonulás közben a tatárkán, a két román és az erdélyi fejedelem, valamint tököli serege is csatlakozott. A helyzet súlyosságát a katolikus egyházfő 11. Ince pápa helyesen ismerte fel, mert a török hadjárat a keresztény világ egyik központjának elvesztésével fenyegetett ezért a pápai diplomácia mindent megtett, hogy a Habsburgok videkező háborújához szövetségeseket szerezzen, sőt, ahhoz a pápaság is anyagi támogatást nyújtott. Ez az előrelátás később sorsdöntőnek bizonyult, és a pápai diplomáciának hála, ugyanazon a napon, amikor a hatalmas török sereg megindult Drinápolyból, első Habsburg Lipót szövetséget kötött harmadik Szobieszki János lengyel királya. A bécseleni hadjárat fővezére Karamusztafa volt, aki a hatalmas sereggel viszonylag gyorsan és megállíthatatlanul nyomult előre. Az útjába kerülő magyar várakat, Veszprémet, Tatát és Pápát egész egyszerűen elsöpörte, György külvárosát pedig felégette. A védekező császári seregek főparancsnoka a 20 éves múltal ezért komoly katonai tapasztalattal rendelkező Lotaringiai Károly volt, aki elterelő hadmozdulatokkal akarta késleltetni Bécsostomának a megkezdését. Kara Mustafa viszont tántoríthatatlanul közeledett, és ezért 1683. júliusában a teljes császári udvar és több tízezer lakos menekült el a fővárosból, amit hamarosan az oszmán főerők körülzártak. Az ostrom hírére félelem lett úr keresztény világon, és a német birodalom fejedelmei is egyre másra ajánlották fel a segítségüket. Augusztus végére a 16 ezer fős védősereg már kritikusan megfogyatkozott, a katonák fele elesett vagy harcképtelenné vált. Szeptember elején pedig az ostromlók már a császári palotába is benyomultak. A drámai helyzetet végül az európai keresztény összefogás mentette meg Szobieszki János, lengyel király felmentő serege, egyesült a lotaringiai károly vezetése alatt lévő száz bajor és császári sereggel, és együttes erővel megtámadták az ostromló törököket a Kálemberg mellett vívott sorsdöntő ütközetben a keresztények elsőprő győzelmet arattak, az ellenséget megfutamították és felszabadították az utolsó napjait élő Bécset. A keresztény erők a diadal után ellentámadásba lendülhettek, aminek biztosítékát ismét a pápai diplomácia szervező munkája jelentette. 1684-ben 11. Ince pápa létrehozta a Szent Ligát, amelynek tagjai a császár, a lengyel király és a velencei dózse voltak később hozzájuk csatlakozott az orosz cár is. A tervek szerint a keresztény uralkodó különböző hadszintereken egy időben összehangolt támadást indítanak az oszmán törökök ellen. Ugyancsak a pápa érdeme, hogy ezzel párhuzamosan 14. Lajos francia királyt rávette, hogy egy 20 évre szóló fegyverszünetet kössön a török ellen harcoló Habsburgokkal. Az összeurópai keresztény összefogás tehát létrejött, és 1684-ben a felszabadító harcok folytatódhattak. Esztergom, Vác és Pest elfoglalása után a szövetségesek már Budavárát is ostromgyűrűbe zárták, de a falak áttörése ekkor még nem sikerült. A következő évben Lotaringei Káro inkább az észak-magyarországi várak visszafoglalása mellett döntött, aminek az eredménye Tököl Imre fejedelemségének látványos összeomlása lett. A bukott fejedelem török emigrációba kényszerült, bár többször kísérletet tett a visszatérésre, a szerencse csillaga végleg leáldozott. 1686-ban érkezett el az idő a magyar királyok korábbi székvárosának, Budának a visszafoglalására. Lotaringiai Károly keresztény hadai két és fél hónapig tartó ostrom után foglalták vissza a várat, amely 145 évig állt az oszmánok fennhatósága alatt. Buda bevétele után déli irányba indult a felszabadító sereg, amely a legnagyobb győzelmét 1687-ben nagy Nagyharsánynál aratta. Ezt a csatát a második muhácsként tartja számon a történetírás, amelyben az oszmán lovasság nem bírta feltartóztatni a fegyelmezetten támadó keresztényeket. A spáhik elmenekülve a csatatéről magára hagyták a gyalogos janicsárokat, akiket ezután egyszerűen kardére hánytak. Ekkor már nyilvánvaló volt a különbség a keresztény szövetségesek és a törökök katonai képességei között. A nyugati hadseregek professzionálisabbá váltak, a lőfegyvereiknek nagyobb volt a hatékonysága, és a hadvezetésük a fegyvernemek nagyobb összehangoltságán alapult. A nagy harsányi győzelem után Erdély sorsa is megpecsételődött, a fejedelemség egyszerűen a bevonuló császári katonaság fennhatósága alá került. A felszabadító háború szomorú következménye volt, hogy a hadak vonulása, a területek megszállása a településeket romba döntötte háborúval együtt járó kiszolgáltatottság, valamint a terjedő járványok a lakosságot valósággal megtizedelték, az életben maradtakat menekülésre késztették. A császári panasnokok túlkapásaikkal és kegyetlenkedésükkel tovább fokozták a szenvedést. A felszabadított erdélyi városokat megsarcolták, a protestáns vallás követőit pedig kifejezetten üldözték. A katonai parancsnokok első Lipót király tudtával tevékenykedtek, aki nem emelt kifogást, mert a felszabaduló magyar királyságot saját birtoknak, egyszerűen hazbuk tartománynak tekintette. A helyzetet kihasználva a Habsburg család hatalmát törvényes eszközökkel is biztosította azzal, hogy 1687-ben az egyszerre hálás és megfélemlített magyar rendeket rávette, hogy mondjanak le a szabad királyválasztás jogáról, és vegyék tudomásul, hogy az aranybulle ellenállási záradéka nem érvényes többé. Ez azt jelentette, hogy az országgyűlés határozata alapján a hazugok Magyarország örökletes királyai lettek, és a nemesség elvesztette a jogát, hogy a törvénysértő uralkodóval szembeszálljon. A török Magyarországról való kiűzésében fordulópontot jelentett, hogy 14. Lajos francia király, aki a sikereket látva tartotta a hazugbirodalom túlzott megerősödésétől, a rajnánál hátba támadta a császárt. A francia támadás a hazurgok legrosszabb rémálmát váltotta valóra, hiszen a 17. század nagy részében éppen a francia fenyegetéstől tartva nem akartak az oszmán birodalom elleni háborúba bonyolódni. A franciák árulása miatt a császári udvar most már két fronton kényszerült harcolni, és ez a sikeresen induló magyar hadjáratokat is megakasztotta. A felszabadító háborút pedig több mint tíz évvel meghosszabbította. A folyamatos küzdelem ráadásul a hazurgok anyagi erőforrásait és tartalékait is vészesen lecsökkentette, amiért később Magyarországnak is súlyos árat kellett fizetnie. A francia támadás arra késztette Lipótot, hogy a legtehetségesebb hadvezéreit és a legjobb ezredeit a nyugati frontra rendelje. Ezt kihasználva persze a törökök is mozgásba lendültek, és újra és újra megkísérelték az elveszett területek legalább részleges visszaszerzését. A balkáni területek és Nándorfehérvár visszahódítása azzal a következménnyel járt, hogy a visszatéri törökök bosszúja elől több százezeres szerb menekült hullám érkezett a délvidékre. A szerb családok ekkor telepedtek meg tartósan a déli határoknál, és a határvédelmi feladatok ellátásáért cserébe uralkodói kiváltságokban részesültek. 1697-ben a francia származású, zseniális hadvezér Szavolyai Jenő herceg lett a magyarországi erők főparancsnoka, aki előbb leverte a tököli párti hegyeljai felkelést, majd a Magyarország ellen támadó szultán főseregét állította meg. Bár létszámbeli hátrányban volt, jól időzítve, Zentánál a Tiszán átkelő törökök ellen rajtaütésszerű támadást indított, és a század legvéresebb csatájában, ahol 30 ezer katona maradt holtan a csatatéren, fölényes győzelmet aratott. Ez a vereség értette meg a szultánnal, hogy az oszmán birodalom hatalma a Kárpát-medencében végleg leáldozott. Az elhúzódó mindkét felett kimerüléssel fenyegető háború lezárására kölcsönös igény mutatkozott, ezért angol közvetítéssel 1699-ben a Szerémségben található karlócán béketárgyalások kezdődtek. A Szent Liga képviselői és a szultán között kétoldalú megállapodások születtek, és a status quo vagyis az éppen aktuális helyzet alapján rögzítették a határokat. A szultán lemondott minden eddigi magyar és horvátországi hódításáról, és ígéretet tett arra is, hogy nem támogatja tovább a havzurgelenes magyar vezetőket. A karnócai békével befejeződött Magyarország felszabadítása, és szinte teljesen helyreállt az ország egykori területi épsége. A Temesköz és a Szerémség keleti részének visszakerüléséhez egy újabb rosszkor megindított török háborúra volt szükség, aminek a végén 1718-ban a Pozsareváci békében a határok ismét módosultak. A karlócai és a pozsereváci békékkel nem csak Magyarországon zárult le a török uralom időszaka, de a végét jelentette az oszmán birodalom két és fél évszázados nagyhatalmi státuszának is. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára. Ha támogatásoddal segíted a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!